fiatal laboratóriumi vegyész volt. A teste hihetetlenül ruganyos volt. Az ujjai meglehetősen puhák. Az ő szíve dolgozott a leghevesebben. Na most te hallod magad? 5 perccel azután, hogy... Ezután? Ez nem volt szép tőle. Őszinte választ akartál. Pontosan. Úgy kell nekem. Úgy kell nekem. Akkor mondd el, hogy milyennek látsz engem a tapasztalati skálában? Hányadik helyre tennél? Azt gondolod, hogy ez őszinte választól boldog leszel? Nem. Nem, de hallani akarom, mert kíváncsi vagyok. És a kíváncsiság minden élőlény közös vonása. Azt akarod mondani, hogy én nem vagyok élőlény? Sem élőlény, sem holtlény nem vagy, te baba vagy. Aktív baba, én így mondanám. Szilveszter találta a darabot. Ő keresett, kutatott, rábukkant erre a drámára, és egyébként ezt a darabot rengeteg helyen bemutatták már a világba, Magyarországon még nem, de tőzsdén mutató lesz, és ő keresett meg engem, hogy lenne ez a darab. Szöszi, olvasd el, ahogy hívni szokott. Én elolvastam, nekem nagyon tetszett, és mondtam, hogy boldogan megcsinálom vele, hogyha van rá lehetőség, és hál' Isten lett rá lehetőség, úgyhogy az ő érteme a darabválasztás. Én azt gondolom, hogy a robot először is nem tudatosan tanítja, vagy neveli ezt a férfit. Ez a robot rendelkezik egy alapfunkcióval, kvázi a tökéletes női tesztpéldány, de tulajdonképpen a férfi az, aki föltelepíti rá a szoftvereket és a programokat. Tehát a robot úgy tanítja a férfit, vagy úgy tudja mozdítani erre vagy arra, hogy olyan, mint egy gyerek igazából, és nem az érzelmei által áll semmilyen helyzethez, semmilyen konfliktushoz, hanem csak agyból. Tehát iszonyatosan analitikusan gondolkodik, és emiatt nagyon gyermeki és végtelenül egyszerű és banális kérdéseket tesz föl egy-egy szituációval kapcsolatban. Ugye mondja is állandóan az a válasza rá a Márkónak, hogy férfi és nő között ez nem ilyen egyszerű, ez nem ilyen lineáris, ez túl bonyolult, és pedig tényleg az van, hogy mi emberek bonyolítjuk túl. És ezek az éles, pontos kérdések, amiket a lány belül a Márkónak, vagy a szívébe, a fejébe, bárhova, azok, amik elindítanak benne egyfajta folyamatot, egy fejlődési vagy tanulási folyamatot. Talán. Úgyhogy ez nem egy tudatos dolog, hanem ilyen értelemben ösztönös, bár egy robotnak ugye nincsenek ösztönei. Nem lehet egy kicsit halkabban? Mit? A takarítás. Főzök, mosok, takarítok, miért sem vagy elégedett? Nem azt mondtam, hogy nem vagyok elégedett, csak szeretnék egy kis nyugalmat újságolvasás közben. Miért nem vársz az újságolvasással, ameddig... Befejezem a takarítást. Miért kell minden kérdésemre más is 3 kérdést feltennem? Mert logikus válaszokat és logikus magyarázatokat keresek minden olyan folyamatra, amik a tűn zajlik. Logikus válaszokat és logikus magyarázatokat keresek. Pontosan. Figyelj csak, az élet nem mindig logikus, pláne az, ami férfi és nő közt van. Ez sem logikus magyarázat. Tudom. Akkor adj logikus magyarázatot. Ah, jó, mi volt az első kérdésed? Most minden szexünk? Nem veszekszünk. Csak felhívtam a figyelmedet a logikátlanságra. Én bízom benne, hogy sok közösséget találnak majd a nézők ezzel a darabbal, vagy bizonyos részeivel, jeleneteivel. Azért ez elég tipikus maga a probléma is, és azt gondolom, hogy nagyon tipikus és nagyon elcsépelt minden olyan téma, ami férfi és nő között történik, bár rettenetesen izgalmas és változatos, és mégse. Tehát persze mindenkinek más mondjuk a válás, de a végeredmény mindig ugyanaz, és nagyon hasonlóak a körök. Tehát vannak sablonok, aminek vannak különböző változatai, úgyhogy én remélem, hogy többen lesznek, akik magukra ismernek, vagy felismernek egy-egy helyzetet, hogy ó, igen, bizony, jaj, hányszor hallottam én is ezt a mondatot, hányszor történt ez velem, úristen, tényleg így van, és hát bízunk abba is, hogy mernek majd nevetni magukon rajtunk keresztül. Mert képtelen lennél elfogadni, hogy egy másik nő átvegye Maria helyét. Mindkét lehetőség egyformán igaz. És mindkettőre a rólatok kapott információim alapján jutottam. Látom, kezded érteni, hogy az élet nem olyan egyszerű. Nem minden fekete-fehér. Te tanítasz rám, milyen? Ideges, szomorú, boldogtalan vagy.
Talán az vagyok, és akkor mi van? Mi van? Akarsz szexelni? Hogy jön ez most ide? Arra programoztak, hogy szexel királyom azt a szomorú, ideges és boldogtalan férfit, akit a gondjaimra bíztak. Ti egyszerű lények vagytok, mindig a szexel jár az eszetek. Ez segít javítani a hangulatotokon. Nem akarok szexelni. Hát nem ebben a pillanatban is, nem veled. Nehetetlen. Lehetséges. De eddig mindig akartál szexelni. Most valahogy nem akarok. Nem vagy te beteg? Én se. Nem én vagy nem lehetek szexelni. Te hibás lehetsz. Meghibázodhatsz. Én azt gondolom, hogy szerintem egészen fiatal kortól, én olyan 12 éves kortól ajánlanám ezt a darabot, mert a gyerekeket leköti a téma miatt, azért, mert egy robot van a színpadon, a technikai dolgok, a ruha, az egésznek a világa. Ugye az idősebbeknél, meg hát ugye egyre inkább a mélyére és a legközepébe fúródik a történet. Úgyhogy én 12 éves kortól 140 éves korig elnézést kérek azoktól, akik 141 évesek, természetesen ők is jöhetnek. Szóval én így kategorizálnám be, hogy szerintem egy elég széles spektrumú közönséget képes megmozdítani, vagy lekötni. Legalábbis ebbe bízom. Minden szerep valahol földes Eszter, és akkor az ember tekergeti magán a potikat, a potmétereket, és különböző színekbe és jelmezekbe bújtatja a szívét, lelkét, elméjét, testét, mindenét. Úgyhogy természetesen nekem is megvannak közben, van egy személyes mozim az egész közben, de én nagyon-nagyon élveztem azt, hogy robotot lehet játszani, mert nehéz úgy fogalmazni, hogy természetes legyen, őszinte legyen, emberi legyen, és közben mégis ezt egy olyan formába öltsem, ami egyáltalán nem természetes. Tehát ez a robotszerű akár mozgásba, akár hangba, tehát egy folyamatos testtudatot igényel például, hogy nem mozoghatok úgy, ahogy egyébként természetesen mozognék, hogy ezt a fajta mozgást hol bontom meg, hol kezdem el finomítani, hol lesz teljesen természetes, hogy a hangokba hogy vált át teljesen emberi hangá, mikor van az, amikor visszajön benne a robot. Szóval ez egy ilyen érdekes és izgalmas munka. Ilyen értelemben sokkal nehezebb és több rétegűbb volt például, mint a Bolond lány, hiszen ott az ember egy karaktert játszik, és egy embert kell játszani, meg egy robotot. A feszültség sem esik, és cserben sose halt. Boom!